végtelen és önpölygő szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Mobile Arena YouTube csatornája, a Rapid Test lesz, méghozzá a kezemben elhelyezkedő Nothing Phone 2A Plus a tesztolanyunk. ami azért egy érdekes termék, mert hát márciusban megérkezett a piacra a Nothing Phone 2A, és hát ugye most november eleje van, és már itt van a 2A plusz a kezünkben, vagyis elég gyorsan jött a most nem hogy utód, nem utód, inkább ez egy ráncfelvarás, egy kicsit módosított verzió a Phone 2A-nak. Ugyanakkor viszont drágább, mert ugye a Phone 2A az ilyen 153 ezer forintba kerül, ez pedig most hát a remek forint árfolyamnak köszönhetően, éppenséggel felugrott 187.200 forintra, de ezért a pénzért a 256 GB belső tárhelyel felszerelt verziót fogjuk megkapni, míg ugye a Nothing Phone 2 A-ból van kisebb tárhelyes verzió is, ami ugye még olcsóbb. Nyilván az a kérdés, hogy miért vegyél te 2A pluszt, amikor a 2A is elérhető a piacon, és ugye erre próbáljuk keresni a választ, mivel tud többet ez a telefon, mint a fél éve piacon levő Nothing Phone 2A. Ha kinyitjuk a dobozt, ami szokás szerint egy papírcelence, amit egyszer feltépti utána nem csukod vissza, akkor nem nagyon sok mindent fogunk benne találni, mert csak egy Type-C kábel lesz és egy szintű, de legalább a Type-C az én egyedi, mert egy ilyen áttetsző bemenetekkel rendelkezik, szóval jópofa, jól néz ki. Maga a készülék pedig méretre gyakorlatilag megegyezik azzal, amit a Nothing Phone 2 A nyújtott, csak egy milliméterrel, egy tized milliméterrel vékonyabb, amit soha senki nem fog észrevenni. Ami mindenképpen jópofa pofa a kialakításban, hogy bár elsőre talán furcsa, hogy ilyen középre helyezett kamerák vannak a hátlapon, de gyakorlatban egyrészt azért jó, mert elég nehéz el azt a szituációt, hogy belalógjon az újunk fotózáskor, másrészt pedig azért jó, mert a középre helyezett hátlapi kamera miatt, hogyha a telefont lerakjuk az asztalokon, nem fog billegni. Ugyanakkor viszont, ha már a hátlapon járunk, akkor mondjuk el, hogy ez is ilyen tipikus nothing design, ami azt jelenti, hogy egy ilyen áttetszőnek mutatkozó burkolatot látunk, aminek az egyik feature-e, hogy rajta van ez a Glyph Interface, ami hát ebben az esetben három darab lecsíkot jelent, amely lecsíkok hát a megfelelő beállítás esetén hívásnál, üzenetnél és néhány egyéb opciónál tudnak villogni, meg égni, meg pulzálni, és ez egy olyan egyedi feature, amit más telefon vagy más gyártó egyről nem nagyon csinál, ez egy ilyen nothing sajátosság, és egyébként elég jó pofa. Maga a telefon alapvetően egy kétkezes jószág, mert hogy egy 6,7 hüvelykes kijelző van rajta, ami egy AMOLED kijelző Full HD felbontással és maximum 120 Hz-es képfrissítéssel. Ez dinamikusan tudja változtatni a telefon, de a dinamikusság az egy kicsit szögletes, mert 60, 90 és 120 Hz-en tud működni, és a legtöbb esetben egyébként 90 Hz-en megy, miközben a hardware azért alapvetően elbírná, hogyha fixen 120-on menne, de hát ez nem olyan óriási és égető probléma. Ugyanakkor viszont a Nothing egy kicsit talán kommunikálja a maximális elérhető fénysűrűséget, mi egy hangyány jól kevesebbet mértű műszerrel, mint amit mondanak, de pontszerű fénysűrűség esetén kijön az ilyen 1100 nit, ha pedig ugye, ugye a teljes kijelzőt mérjük, akkor ilyen 700 nites maximális fénysűrűséget fogunk látni, ami kültéri használatra is elegendő, de direkt napfényben azért már elég rendesen tükröződik, és akkor ott érdemes árnyékolni a kezünkkel. A telefon úgy kialakítás szempontjából semmi különös, tehát megvan az IP védelem, de nincsen például jack csatlakozó, nincsen bővíthető tárhely, tehát mikroesét nem tudunk beletenni. A SIM a két nanoszimet lehet fölrakni, viszont e támogatás hiányzik, ami ebben az árfekvésben egy kicsit ciki. Hardware szempontból van egy enyhe előrelépés a Nothing Phone 2 -ához képest, abban ugyanis egy Dimensity 7200 Pro dolgozott, Ebben pedig egy Diamond City 7350 Pro dolgozik, ami egyelőre hát mondhatjuk, hogy nothing exclusive, mert semmilyen más telefonban nincs benne. E, igazából az van, hogy a két legerősebb magnak az órai egy kicsit felpimpelték, és ezzel, hogyha lefuttatjuk a különböző sebességteszteket, akkor azt fogjuk látni, hogy egy, egy enyhe növekedés van a pontszámok tekintetében, a hétköznapi felhasználás során ez semmiféle előnyel nem jár. Már csak azért sem, mert a GPU az így csont ugyanaz maradt, mint a korábbi modellben. Szóval ez egy ilyen középkategóriás ajánlat. Igazából amire egy ember hétköznap használja a telefont, arra általában elég. A hardveres korlátok azok az ilyen nagyon durva, a AAA 3D, 3D játékoknál jönnek ki, illetve a fotózáson és a multimédiánál, mert ugye a GPU meg az ESP hát nem képes minden feladat megoldására, amit elvárnánk tőle, vagy ha igen, akkor azt relatív lassan csinálja meg. De úgy általánosságban azt lehet mondani, hogy oké, okay, de csak azért, hogy neked egy kicsivel gyorsabb legyen a chipseted, nem érdemes 30 ezer forinttal többet fizetni a Nassim 2A plusz-ért, mert tényleg ugyanezt meg megkapod a Nothing Phone 2A képében. A szoftverünk egy Android 14, és rajta van ugye a Nothing OS, ami egy nagyon-nagyon letisztult felület, nincsen semmi bloatware, csak a Nothing fülhallgatóhoz tartozó alkalmazás van fent, gyárilag, de azt is le lehet törölni, és igazából ugye itt van egy sima androidunk, és rá van öntve egy ilyen nothing skin, ami ezt a fekete-fehér interfészt, meg ezt a dot matrixos kijelzést favorizálja, és egyébként ez nagyon jól is áll a telefonnak, meg tényleg egyedi, ugyanakkor funkcionális és jól látható. Van egy csomó ilyen apró beállítási lehetőségünk ugye az ikonszet kapcsán, mindegyiket át lehet változtatni monokrómra, de dönthetünk úgy is, hogy a, csak a gyárikonok legyenek monokrómok, és a szörtparti alkalmazások színesek, meg olyan eltérést is lehet csinálni, hogy a főképernyőn legyenek monokromok az ikonok, de ha bemegyünk az alkalmazás menübot, viszont legyenek megint színesek. Szóval sokféle módon lehet ezt paraméterezni, de egyébként, hogy nagy meglepetés nincs a menüben, minden ott van, ahol lennie kell. Van egy-két ilyen nagyon basic AI funkció, amivel például lehet ilyen nothing stílusú háttérképeket csinálni, hogyha szeretnénk, hogy a háttérkép illeszkedjen a telefon egyébként meglevő design filozófiájához. A a NASDAQ azt mondja, hogy három fő verzió frissítés fog jönni a telefonra, tehát Android 17-ig fog eljutni, és még egy évig fog kapni biztonsági csomagokat. A időszak alatt is jött egyébként Security Patch, és ezzel megkapta a Nothing ugye az októberi biztonsági csomagot, és egyébként bugfixing is volt ebbe a Security Patch mellé csomagolva, hogy ami egy kicsit jobb kamera képességeket, meg egyéb ilyen kis apró tweakelékseket jelentett a rendszerben. Nem igazán látjuk, hogy volt-e lényeg előrelépés, de minden esetre, ha elkezdjük használni a kamerákat, akkor azt fogjuk látni, hogy a hátlapon ugyanolyan kamerák vannak, mint a Nothing Phone 2A-ban, vagyis kettő darab 50 megapixeles kameránk van, egy normál és egy az előlapi kamera viszont változott, és a korábbi 32 megapixelt itt is 50 megapixelesre cserélték, ráadásul ugyanaz a szenzor van benne, mint a hátlapon levő ultraszíles kamera mögött, csak más látószöggel. Szóval könnyű volt nekik programozni, hiszen hát ugyanahhoz a szenzorhoz kellett csak nyúlniuk. Igazából az az érdekes, hogy a hátlapi kamera rendszer az ugye pixel binninggel 12,5 megapixeles képeket csinál alapból, még az előlapon levő 50 megapixeles kamerában ez a funkció nincsen benne, tehát hogyha selfie csinálunk, az mindenképpen 50 megapixeles lesz, ami hát egy bűdületes nagy méret egy selfiehez. Igazából foglalkozhattak volna vele, hogy ezt is lehessen butítani 12,5 megapixelre, de ezt elmulasztották. A hátlapi kamerákkal az a tapasztalatunk, hogy 50 megapixelben is relatív sok részlet rögzül a főkamerával, de 12,5 megapixel még abszolút jó képeket lehet vele elő, elő, előállítani. Ugyanez nem mondható az ultraszélesről, ahol inkább azt lehet érezni, hogy az 50 megapixel az abszolút felesleges, mert nagyon gyenge lesz a vonalélésség, és nagyon puha lesz a rajzolat. A 12 és 5 megapixelben érdemes dolgozni, de a kép széleinél ilyenkor is fogunk látni némi részletvesztést. De alapvetően ez a két kamera az nagyjából ugyanazt a teljesítményt hozza, mint a Nothing Phone 2 nál de talán egy picit természetesebbek lettek a színek. Ugyanakkor viszont az ultraszéles kamera az a jellemző, hogy van egy ilyen kis enyhe sárgás lilás beütése a képeknek, ami egyébként mutatja is, hogy ugyanaz van az előlapi szenzoron is, mert a selfie-knél is van ez az ugyanez a enyhe sárgás beütés, nem szignifikáns, nem tolakodó, de azért, hogyha a főkamera képevel összevetjük, akkor látjuk a különbséget. Automatikusan kapcsolja a rendszer az éjszakai módot, ami a főkamerával kifejezetten korrekt, az ultraszéles kamerával viszont relatív gyenge. Ez egyébként nyilván egy ilyen standard ebben a középkategóriás mezőnyben, hogy bármennyire nagy is az ultraszéles kamera felbontása, de azért ez mégiscsak egy nagyon picike szenzor, ezért aztán kevés fény tud beengedni, ezért aztán az éjszakai képek nem lesznek túl jók. Ha videózást választunk, akkor ugye 4K30-ban tudunk maximum dolgozni, erre képes a főkamera és az ultraszéles is, de ha ezt a módot használjuk, akkor nem tudunk menetközön váltani a szenzorok között. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, vissza kell kapcsolni full HD-ra. Ilyenkor egyébként a szenzorok közötti lencseváltás oké. Okay. Viszont ugye a főkamera mögött van elvileg ugye optikai stabilizáció is, de a Nothing még rádolgoz elektronikussal is, és ennek az az eredménye, hogy még nappali fényviszonyok között is, hogyha haladunk és ugye fókuszálnia és stabilizálnia kell a telefonnak egyszerre, akkor előfordul az, hogy pattog a fókusz, és vannak ilyen enyhe, ilyen, megakadások, vagy ilyen bizonytalanságok a fókuszálásban. Ez az szélesnél nem érhető tettem, mert abban ugye nincsen autofókusz, ugyanakkor annak viszont gyengébb lesz a, Színkezelése, meg a dinamikája, szóval valahogy egyik sem az igazi. Üm, nyilván ezen az elektronikus stabilizáción lehet valamennyit majd javítani szoftverfrissítéssel, reméljük, hogy naszing fog is ezzel foglalkozni. Este pedig hát főleg csak a főkamerával érdemes dolgozni, akkor, hogyha nem mozgunk nagyon dinamikusan, mert ott aztán tényleg nagyon sokszor látszik, hogy elengedi a fókuszt a rendszer, Üm, az utazási kamerával pedig esti környezetben hát nem érdemes foglalkozni, mert nagyon sötét képet fog nyújtani. Akkumulátoros szempontból az 5000 milliamper órás képességet tudja felmutatni a telefon. A 45 wattról 50 wattra nőtt a töltési sebesség, ami hát nem szignifikáns, de mondjuk 5 perccel gyorsabban lehet feltölteni 0 100%-ra. viszont kifejezetten jó, ami egyébként már a Nothing Phone 2 ára is igaz volt, de itt lehet, hogy még egy picit jobb, mert még takarékosabbnak tűnik ez az új chipset, nem tudom. De a lényeg az, hogy elég sokáig bírja egy feltöltéssel a rendszer. És amit még mindenképpen érdemes elmondjuk, hogy elég jó kezeléses a telefonnak, tehát hogyha a maxon kihajtjuk, akkor sem lesz a langyosnál melegebb, illetve nagyon jó a GPU és a CPU stabilitás is, 90% fölött hozott a mindenféle stresszteszteken. Na összegezzünk! A helyzet az, hogy itt van ez a telefon, és egy kicsit nem tudjuk hova tenni. Az a szitu, hogy plusz 30 ezer forintért kapsz egy pont ugyanúgy kinéző, pont olyan funkcionálatású telefont, mint amit megvehetsz a Nothing 2A képében, 150 pár ezer forintért, és ehhez képest az, hogy a 32 megapixeles selfie kamera 50 megapixelre nőtt, az olyan nagyon sokat nem oszt, nem szorozni, és az, hogy a chipsetben hát egy kicsivel magasabb az órajel, az pedig a hétköznapi gyakorlati életben semmiféle pluszt nem nyújt hozzá a telefon használatához. Ráadásul az is Android 14 el jött ki, ez is Android 14 el jött ki, ugyanannyi ideig fognak kapni szoftver támogatást is. Szóval, hogy nem nagyon látom, hogy vajon miért venne bárki Nothing Phone 2 a pluszt, hogyha megveheti gyakorlatilag ugyanezzel a tárhely és RAM mennyiséggel a sima Nothing Phone 2 át is olcsóbban. Ráadásul azzal, hogy ugye fölcsúsztunk majdnem 190 forintos ára a Nothing 2A plusszal, Hirtelen egy sok konkurens is lett. Már a Samsung Galaxy A55-t is bele lehet venni ebbe a listába. Lehet mondani rengeteg Poco és Xiaomi modellt is. Fölbukkan a listába a Google Pixel 8A, ami ugye kamerás teljesítményben azért egy kicsit jobbat tud, és nincs nagyon messze már a Honor 200 is, nem a Pro, hanem a sima, ami szintén kamerákban, és egyébként teljesítményben is felújulja a Nothing ajánlatát. Tehát igazából eddig Szinte az összes Nothing telefonra azt mondtuk, hogy elég jól eltalálták specifikáció és árazás és design szempontjából is. Most viszont azt lehet mondani, hogy a Nothing Phone 2 a pluszt, azt gyakorlatilag csak design szempontjából találták el, de az is már egy újra használt design, mert ugyanúgy néz ki, mint a Nothing Phone 2A. Ilyen szempontból ez egy picit felesleges terméknek tűnik nekünk. Ha több információra, mérés eredményre, tesz fotóra, tesz videóra van szükséged a készülékkel kapcsolatban, akkor azt megtalálod a mobilaranás tesztben, aminek a linkjét beletettem ide a leírásba. Ha pedig még hasonló rapid teszteket és egyéb tartalmakat szeretnél fogyasztani ezen a csatornán, akkor nyomd meg a körülöttem felbukkanó gombokat, és akkor nem fogsz maradni a későbbiben érkező tartalmainkról sem. Most viszont megköszönöm a figyelmet, sziasztok! you <laughs>